Eneos, Japán első számú motorolaja, importőre a Sakelmetal autóalkatrész. Hamarosan indul egy új sorozatunk, aminek az a címe, hogy a Gonosz Swift. Na most ennek az autónak, ahogy a címből is sejthetitek, egy Suzuki Swift lesz a főszereplője, egy hagyományos esztergomi szedán, tudjátok, kis doboz, nagy doboz, kis doboz. És mivel terveink szerint ez egy sikeres és népszerű sorozat lesz, legalábbis reméljük benne, hogy így lesz, ezért azt szerettük volna, hogyha az autó emlékezetesen néz ki, hogy sok részen keresztül jól nézzen ki, úgymond ragyogjon. Úgyhogy meghívtunk egy szakembert, hogy csináljon rá valami nagyon durvát, és emlékezeteset, és szokatlant. Úgyhogy most ez a folyamat zajlik, ebben a videóban azt láthatjátok, hogy milyen dekor lesz ezen az autón. Balázs, elmeséled az alapokat? Hát ezen az autón, ez tegnap még nem ilyen színű volt. Nem. Fehér volt és metálkék. Igen, igen. Négy színnel dolgoztam, elemenként lefújtam, és akkor utána összeporoltam az egészet, hogy ilyen pimp színe legyen. És azt mondtad, hogy ez a színárnyalat neked nagy kedvenced, tehát ez a lilából, narancsból, aztán sárgába átfolyó szín. A graffitijeimbe sokat használom, igen. Graffitijeidbe. Hol tart most a magyar graffitis kultúra? Még mindig inkább az illegális falak, vagy már ezen azért túl vagyunk? Hát egyre kevesebb. Igen? Egyre kevesebb az illegális, szerintem igen. És az illegál növekedésével a legál falak száma amúgy nő? Vagy a graffitisek száma amúgy nő? Nő a legál falak. A graffitisek nem. Azok már töredéke, mint a 90-es években. Nem mondod? Hm? Azt gondolná az ember, hogy elérhetőbb lett ez az egész így hirtelen? Nem, valahogy. Ilyen 90 és 2000 között volt így a csúcsán. A csúcson, igen. Hm? És te mióta vagy benne ebben? Én 97-8 pontosan nem is emlékszem, de. Ha jól látom, most festékfilccel dolgozol. Ezek a vonalak, amiket most kihúzol, ezek a kontúrok, ezek milyen szerepe lesz? Hát ez kiemeli az idomokat, és ilyen comics, úgy hívják, ilyen comics stílust ad neki. A képregényes, rajzfilmes effekt. Nagyon kíváncsi leszek, hogy egy ennyire a szemünknek elkoptatott formából, mint a régi Swift, abból ki lehet-e hozni valami nagyon meredeket. Konkrét tervvel dolgozol, vagy ilyenkor a helyzet adja? A helyzet adja. Általában konkrét tervvel dolgozok, de most a helyzet adja. Neked ez a tevékenység már egy kicsit több, mint hobbi. Elmész, felkéréseket vállalsz, és pénzért pingálsz, vagy dizájnolsz. Igazából mi az, amit a leggyakrabban kérnek? Az autó az egy kirívó dolog, vagy jellemző dolog? Az elég ritka. Igen, az autó az ritka. És mi a jellemző munka, amit ilyen stílusban szeretnek az emberek dekorálni? Hát, gyerekszoba, cégeknek falakra inkább. Nem mondod komolyan, van már erre nyitottság? Persze. És te hogy szereted, hogyha támpontokat adnak meg, hogy mire van szükség, vagy hogyha kapsz szabad kezet és szabadon dolgozhatsz? Hát ha szabad kezet kapok, akkor nagyon fontos, hogy belelássak a megrendelőnek a fejébe. És hát ilyenkor megkérem őket, hogy küldjenek nekem képeket, keresgéljenek, hogy mik tetszenek nekik, és akkor abból összegyúrok valamit is általában. Sőt, igazából mindig elégedettek. Tudom, hogy van egy polgári munkád, de mennyi ilyet tudsz vállalni? Egy évben hányszor tudsz elmenni ilyen projekteket megcsinálni? Hát most már folyamatosan. Most már van, hogy a polgári munkámban nem megyek be. Az szép. Akkor ezt elkönyvelhető, hogy sikernek? Hát persze, ennyi idő után igen, meg én váci vagyok, úgyhogy ott igazából csak én csinálom egyedül ott a környéken, úgyhogy úgy én látom el azt a környéket. Azért mindig van, de már Pestre is elég sokat. És amúgy sokszor van az, legalábbis én tapasztaltam az barátaimnál, amikor a hobbiuk vált, tehát a szenvedélyük vált pénzkereseti forrása, hogy akkor egy kicsit így elhidegedtek tőle, elidegenednek tőle. Hogy előzöd meg azt, hogy amikor a 14. irodát dekorálod, akkor ne fásulj bele? Ez művészet. Most én itt nem dolgozok. Én itt most hobbizok. Uh-huh.
És így is tudod kezelni. Hobbinak élem meg. Uh-huh. És még pénzt is kapok érte. Ez a legjobb kombó. Igen. A logó 18 méretarányosan, akkor 1 méter hosszú. Így. 1 méter hosszú, úgy de, ügyök. De így kicsi a 18, az picike. Igen. Nagyon hosszú a logó. A 27, mondjuk, akkor viszont 150. Az disznó, az mutat. Legyen ekkora? Aha. Ja. Szerintem a mainstreamben a graffitis kultúra és az egész graffitis kultúrkör azért összefonódik az illegalitással, legalábbis annak, aki sosem mászott be. Neked vannak ilyen élményeid? Egyáltalán el lehet-e nélkül kezdeni ezt? Hát lehet, hogy manapság igen, annó nem. Nem. Annó igazából az sokkal több volt, mint a legális. És ez ilyenkor mivel járt? Tehát, hogy az ember kinézett egy falat, megvárta, amíg leszáll az éjszaka, vagy mi volt ennek egyáltalán a menete? Hogyan történtek ezek? Hosszas megfigyelések, vagy valamikor csak elindultunk, aztán lesz, ami lesz. Alapon többen figyelve, távcsövekkel, sötét ruházatba. És mi volt a forma ennek? Mármint gondolom azért ezek... Amellett, hogy önkifejezés, amellett az ember mutatni akart valamit a többieknek. Nem nagyon volt internet, ha jól sejtem, és hasonló. Tehát akkor itt készült a fotó, aztán az ment körbe, vagy mi volt ennek az egésznek? Hát így minden hónapban vártuk az offline-t, hogy lássunk még több rajzot az ország minden pontjáról. Meg jártunk a Váci vasútállomásra, órákat ültünk, néztük a Vácra beérkező vonatokat, szobnyugati vonalon milyen új rajzok készültek. Ez nagyon érdekes formája a médiának, meg a távközlésnek, hogy a vonatra fúj graffiti. És lehetett ilyenkor üzenni esetleg, vagy? Mármint, hogy ugyanazon a kocsin visszament valami? Voltak ilyen üzengetések így egymásnak, igen. Hogyha valaki nem csípte a másikat, vagy lefette a rajzát, ilyesmik voltak. Igen. A rajzlefedés az egy létező dolog volt? Persze, hát abból voltak konfliktusok. Azt gondoltam, de még hogy... máig is van, előfordul. Amikor az ember megy a városba, és valami teljesen valószerűtlen helyen lát egy rajzot, mondjuk egy hídpillér tetején, meg ilyenek, azok ilyenkor hogy készülnek? Kötéltechnika létre, vagy a haverok segítenek, és tartanak közben? Hát ezt kéne látnom a képet, ezt én se tudom, mikor, ki, mit, mer. Van ennek presztízs, hogy hova fújott fel? Persze, abszolút, igen. Szerintem, amikor a graffitről van szó, a nagy többségnek még mindig a szórófalakon jut eszébe, de azért ezen már egy kicsit túlépett a világ. Milyen technikákat alkalmazol? Ez itt most stenci, ugye? Igen, ez stenci. Hogy zajlik? Hogy gyártod le a sablont egyáltalán otthon? Hát én festőpapírra otthon kivetítem, felrajzolom, a beméretezés után aztán... Kivágom, idehozom, itt felragasztom, kimérem, aztán lefújom, aztán leszedem, és kész. És ez elsőre jó lesz ilyenkor, vagy előfordul, hogy bele kell javítani? Mindig előfordulhat, bemehet a lap alá egy kicsit, attól függ, hogy mennyire pontosnak kell lenni. Aha. Általában igyekszem. Milyen technikák léteznek még? Láttam, hogy használtál itt tollat, tust. Tust? Egyáltalán? Festékfilc. Mire használod? Hát a vászontól kezdve bármire. Nem, itt az autón konkrétan, hogy itt a festékfésznek milyen szerepe tud lenni. Át fogsz még ezen menni, amit eddig megcsináltál? Ahol nem fedett szépen, ott igen. Meg még fogok belerakni pluszba. Hát ezzel csinálom ezt a képregényes stílusra. Látom, nem tudsz szabadulni a tollaktól. Nem. Melyik a kedvenc technikád? Mivel szeretsz a leginkább dolgozni? Spray. Spray? Abszolút. És spray, amikor szabad kézzel, vagy spray, amikor stencillel? Szabad kéz. Szabad kéz. Aha. De hát mindig jár vele valami tussablon, vagy papírlappal, ahogy elérem a bizonyos kívánt
dolgot. És akkor most jön a nagy pillanat. Ez még amúgy így téged lázba hoz, amikor lehúzod a stencilt? Hát remélem nem tépi le a festéket a ragasztó, igen. Annyiba, igen. Kérde szépen jön. Ó. Gyakran látom ezeknél a stencil technikáknál, hogy hagynak ilyen kis összekötő elemeket a papírok között, azért, hogy egyben le tudják venni, és akkor utána csúnya marad. Viszont ha jól látom, te ezt itt most függetlenül felragasztottad a motorkának a közepét. Igen, mert meglátszódna. Igen, ez igényességre val. Húzd kérlek, mert szívemnek kedves logó. Ó, és még a play gombot is külön ragasztottad. Uh-huh. Azt a mindenit. Ezeket meg leszedegetjük. Ez most így azok közül a munkák közül, amit te vállalsz, egy pepecselősebb vagy egy egyszerűbb? Azért ez egy nem egy nagyon szalon állapotú Swift. Közepes. Közepes? Uh-huh. Mi az, amikor nagyon elborulsz és nagyon oda kell figyelni a részletekre? Hát mondjuk fotorealisztikusat. Tudsz csinálni fotorealisztikusat? Hát jobb időszakaimban igen. Nézd, amikor ráérek. Parkolott egy Yaris. Ez volna rá valami ötleted? Hát arra airbrush-sal kéne. Én inkább vászonra csinálok olyat. Autónál amúgy nem szoktunk olyat mondani, hogy kész, de akkor ez most kész? Én soha semmire nem szoktam mondani, hogy kész. Hogy viszonyulsz te ehhez? Tehát szokott ez ilyenkor hiányozni? Tehát most felteszem, ebben a műsorban azért ez az autó ez néha koccanni fog, előfordul, hogy valaki felborul vele, vagy valami hasonló. Persze, ezt mondtad az elején is, úgyhogy igazából... Nem fáj? Nem, abszolút nem. Ez erre készült. És most, hogy ez így elkészült olyan, mint ahogy elképzelted a fejedben, annál esetleg több lett, jobb lett, vagy mit? Olyan, ahogy elképzeltem. Én a logóktól féltem, de jól mutatnak rajta. Azt hittem, hogy sok lesz, de jól mutatnak, hogy sokat ki fog takarni abból, ugye, amit az alapkoncepció volt. De nem, nagyon jó. És nézd, azért mondjuk ki, hogy ez az autó, ez egy bontandó roncs. Tehát, hogy tényleg azért került ide hozzánk, azért lesz ennek a műsornak a része, mert mondjuk ki nem kár érte. De ha mondjuk valaki téged megkeresne, hogy neki van egy szép, egy féltett, egy különleges autója, annak is neki tudnál állni? Persze, abszolút. És mit vállalnád? Nem, örömmel, igen. Hát nagyon kíváncsi lennék, hogy milyen lenne egy olyan autó, ami nem mindegy, hanem tényleg... Hát minden típusnak más idomai vannak, más lehet belőle kihozni. Uh-huh. Hát, nézd, drukkolok a továbbiakban, bízom benne, hogy még valamilyen autós projekt kapcsán találkozunk, aztán remélem, hogy belenézel a műsorba, ha már nem próbálod ki az autót. Köszönöm a lehetőséget.